Ma is voltunk ilyen színházi workshopon, ami nagyon jó volt, ma is nagyon jó volt, és igazából nagyrészt ilyen kreatív feladatokat is, hát ilyesmiket csináltunk, és szerintem mindenki élvezte, szóval nagyon jó volt. És a srác, aki tartotta, az beszél róla egy kicsit, szóval itt van, hogy beszél róla. Itt. Hát igazából ez egy izgi helyzet nekem nagyon, mert teljesen vegyes közönség van, vagy tehát, hogy tényleg minden érdeklődő számára nyitott helyzet. Nem is lehet nagyon előre tudni, hogy hány ember lesz. Én két nap tartottam workshopot, kétszer ilyen másfél órát körülbelül, és a tegnapi napon ott egészen sok ember gyűlt össze, tehát nem is tudom, ilyen, talán 30 ember is volt, ma egy picivel kevesebben voltunk, de szerintem ez a második alkalom ez egyen jobban működött pont ettől, hogy nagyjából amiket én elterveztem feladatokat, azok inkább ilyen 10-15 fős létszámra voltak kitalálva, és hát próbáltam valamilyen közös, nem is tudom, egy ilyen közös alapot, vagy valamilyen közös nevezőt találni, ami mindenki számára érdekes lehet, így a színházi workshop ennyi volt, ezt hiszem megkérdett, ami nagyon tág, szinte bármi lehet, tehát ugye nekem is pusztán így mondtak, hogy valamit színház, nem tudom én kapcsán tartsak, valamilyen tréninget, és hát én ebből azt ragadtam meg, vagy azt kellett foglalkoztatni, hogy a képzelettel mi módon lehet játszani, hogyan lehet a fantáziát, és a képzeletünket úgy felébreszteni, vagy felcsigázni, és ezt közösen használni. És akkor nagyjából ez úgy nézett ki, hogy egy ilyen feladatsort megpróbáltam eltervezni, vagy így összeállítani, ami mind-mind tulajdonképpen egymásra épülő játékokból áll, és valami módon a képzeletet mozgósítja. És tulajdonképpen azért maradtam emellett, hogy ezt ténylegesen érdemes lenne kipróbálni, egyrésztről, mert engem izgatott ez a helyzet, vagy ez a téma, másrészt meg a mindenféle színházi működés, nem tudom, alapjának gondolom ezt, hogy a képzeletünket kell használni. Harmadrészt meg olyan feladatokat tudtam így valahogy össze válogatni, vagy fejleszteni és kitalálni, amik erre a vegyes közönségre is akár jók lehetnek. Tehát, hogy nyilván van, aki nem akar feltétlenül játszani és színészkedni a nulladik pillanatban idegen emberek előtt, van, aki azt mondja, hogy ide nekem az oroszlán, és én azért jövök, hogy nem tudom, nagyon különböző hozzáállások vannak, de valahogyan játékot próbáltam összeválogatni, ami minden belefér, tehát hogy lehessen csak szemlélni is, vagy lehessen részt is venni benne erősebben. Ezt igazából így mind a két nap így a csoport hozzáállása, vagy nem tudom, hogy közben alakult ki, hogy mennyire aktív színészkedés van, vagy mennyire inkább egy gondolkozás, egy közös gondolkozással fajul a tréning. Most? Tudom, mikor kell visszatudni. Végig is odaadjuk a vásárt a városban, Kapolcson. Ez a vásárhangot. Around 4 days, this porch on which I pace, 'cause I need your mind, I need yours. I got the bones rolling hard against.
nagyon jó volt. Különösen a Hiperharma koncert tetszett. A Gólya udvar helyén álló Mesence udvaron nagyon jó bulik vannak. Én igazából ma jöttem ide rendkívül. És miért jöttél? Mi hívott ide? Azért jöttem ide, mert rendkívül ilyen nagyon jó klub hangomok vannak itt. Majd egy kicsit a koncertem. Kicsit a koncertem, hanem. Nézzük a csomókat! You need to know I got the bones growing hard against the floor. Oh, and if you left, I'd break it till the little pieces fell no more. No more. Well, despite your you take a lot out of me, but the secret. Promise that I'll always